napot kívánok a szervezési főosztály vezető itt a parlamentben. Igen, én vagyok a szervezési főosztály vezető, csak lemaradt, azért maradt le, mert egységes mindig az, amit föl lehet rakni, és az S betű az nagyon sokat foglal, meg kettő is van benne, és ezért azon gondolkoztunk, hogy szervezési vezető legyek, vagy vezető főosztály legyek, és akkor így itt állok most már élemásnak. Értem, és ki a kedvenc politikusa? Képviselő, ugye. A kedvenc politikusom én vagyok. Tényleg? Igen. Én szeretem magam. Tehát én azt vallom, amióta Dalai Lámával találkoztam egyszer, hogyha nem szeretem magam, akkor egyszerűen nem lehetek jó képviselő. Nem tudom érdemben képviselni azoknak az embereknek az érdekeit, akik egyébként ugyanígy szeretik magukat, mint ahogy én is szeretem magamat, mert a szeretet az összességében meghatározza a teljes életünk alapjait, és anélkül semmit nem érünk. A belső harmóniához kell, az egyensúlyhoz. Mm. És a újságírókat gyűlöli? Hát igen. Igen. Hogyha őszinte akarok lenni, igen, ha nem, akkor nem. De önt például nagyon. Igen, ezt sejtettem. Nem tetszik például a szakálla, az például elég visszataszítő. Javasolnám azt, hogy vannak ezek a nagyobb képernyőjű kamerák, azzal sokkal jobban lehetne takarni a fejét. Köszönöm szépen. Igazán nincs mit. További jó főosztály, szervezési főosztály vezetést. Jöjjön máskor is, itt fogok állni. Rendben. Viszontlátásra. Igen, például ez a gorilla, ez jobban áll.